Товарищ Сталин? О, нет, отсутствует. Товарищ Ракоши? О, нет, отсутствует. Товарищ Кадар? О, нет, отсутствует. Товарищ Орбан? О, нет, отсутствует. Türelmet kérünk, megvárjuk a későn érkezőket, és együtt tüntetünk Putyin ellen, keletről, nyugatra! Keletről, nyugatra! Azért vagyunk itt, mert holnap, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatóba érkezik európai szövetségeséhez, Orbán Viktorhoz, akkor nem a magyar nép lesz az, amelyik megszégyenül egy életre. Nem. Mert holnap, nem messze ott, a parlamentben, Orbán Viktor kezet fog majd, és mosolyogni fog a kamerákba, miközben annak az embernek rázza majd a kezét, annak a véres kezű, háborús uszítónak rázza a kezét, akinél senki más nem tett többet az elnyomásért Oroszországban, a leszbikus, a meleg, a biszexuális és transzfemi emberek ellen, az újságírók ellen, akinek újságírók tucatjainak a halála száll a kezén, annak az embernek, akiről pontosan tudjuk, hogy hogyan rabolta szét magát, hiszen azt is tudjuk épp a mai nap után, hogy több mint 200 milliárd dollárnyi vagyona lehet valahol elrejtve. Igen, ennek az embernek fogja rázni a kezét Orbán Viktor holnap a parlamentben, és ez az ő szégyene, nem a miénk! Simicska Lajos mondott valamit, amivel maradéktalanul egyetértek. Én még akkor nőttem fel, amikor itt Szovjetunió volt, és nincsenek jó emlékeim a ruszkik magyarországi tevékenységéről. Finoman szólva nem tudok határozott különbséget tenni az akkori szovjetek és a mai oroszok politikai viselkedések között. Lássuk be, ez alapján ő is itt masírozhatott volna velünk keletitől idáig. Nem látta valaki? Hol akartok élni? Putyin Eurázsiai Uniójában? Vagy faszabad, független Magyarországon? Ha a magyarok választhatnak, a nyugatot választják. Mint ahogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Az orosz atomerőmű viszont keleti. Ez az atomerőmű alapvetően nem egy energetikai probléma. Mint ahogy nem is környezeti probléma. Ez egy politikai kérdés. A kérdés pedig az, hogy keleti vagy nyugati. Hogy a kelethez tartozunk, vagy nyugathoz tartozunk. Olyan feliratok a paprikának, hogy dicsőség a szovjet hősöknek, akik az ellenforradalmi harcokban leverték az ellenforradalmat? Viktor! Nem szégyelled magad, hogy te, aki beszédet mondtál Nagy Imre újratemetésén, ilyen feliratokkal várod orosz szövetségesedet? Viktor, holnap, amikor Vlagyimir Putyin kezét megállod, te egyik leszel azoknak, akik Nagy Imrét fejjel lefelé temették el. Pontosan tudjuk, milyen értéke van annak, amit szabadságnak nevezünk. Tudtuk ezt 48-ban, tudtuk ezt 18-ban, tudtuk ezt 56-ban, tudtuk ezt 89-ben, és tudjuk most is!